press start. Jó estét kívánok! Ez itt a Kezdőkör, most már sokatszor és rendszeresen itt a Fehérvár Televízióban. Ne is szaporítsuk tovább a szót, mert van bőségesen miről beszélni. Először is bemutatom vendégeinket, az asztal túloldalán Somos Zoltán, a Fehérvár Médiacentrum volt sportszerkesztőségének volt vezetője, jelenlegi felelős szerkesztő helyettes. A Médiacentrum és a Fejér megyei hírlap időleges hajasbabára Német Krisztián, kiváló újságíró kollégánk, és akit nem kell bemutatni, Horog László. Hajasbabának egykor, 40 éve. Én onnan tudom, hogy milyen öreg vagyok, hogy én még emlékszem, amikor a Lacinak haja volt. Igen. De az a kemény. De ez középiskolai emlék. Igen. De miért vágattad le? Az agysejtek nagyon verik a hajnagymákat, itt tartom. Na jó, hát ilyen vidáman kezdjük ezt a mostani... Nálam nem, azért ilyen. Nem akartam mondani. Szóval vidáman kezdjük ezt a mostani kezdőkör, de alapvetően az a három téma, amit körül szeretnék járni veletek, az alapvetően ugye nem adokott mosolygás, és akkor próbáljunk egy időrendben haladni. Ugye a kosarasok, akik ugye pályahátrányból, de rögtön az első mérkőzés után ezt a pályahátrányt pálya előnnyé varázsolták, majd 2-0-ra vezettek ugye a Debrecen ellen, és most hétvégén meg ugye megvolt az évzáró bankettjük, ami ugye azt jelenti, hogy Debrecen ellen 3-2-re, 2-0-ra ról sikerült kiesni. Sok mindenről beszélhetnénk, ugye Forrai Gábor is sok mindenről beszélt, meg ugye, hogyha az ember a közösségi médiában olvasta akár az utolsó mérkőzésnek a kommentjeit, akkor beszélhetnénk Bencúr úr ténykedéséről is a végén, de egy összességében, hogyha nézzük ezt az egészet, akkor azért maradt bennünk szerintem hiányérzet bőven, nem? Hogy 2-0-ról nem sikerült bejutni a legjobb négy közé, főleg úgy, hogy a Szolnok ellen játszhatnánk, lehetnének nézők, biztos, hogy nagyon jó hangulat lenne, biztos, hogy parázs csata lenne. Nem tudom, hogy egyébként a magyar kosárlabda érdekeit, és tudom, hogy sportszakmai szempontokat ilyenkor félre lehet tenni, de mennyire szolgálja az, hogy Debrecen Szolnok van, Szolnok alba helyett. Na, de nézzük össze a párharchoz, ti mit szóltok, ugye? Zoli? Hát, fáj derekad? Belefájdult? Fáj a szívem emiatt. Végén kezdve kicsit a morbid humort továbbvive láttam én is a közösségi médiában, hogy megvolt az évzáró, ugye egy ilyen Fehérvár közeli szőlészet, borászat, nem tudom, Laci lehet, hogy ott volt, hiszen a klub kötelékeibe is tartozik. Két dolog jutott róla eszembe, egyrészt, hogy erre régen meghívták a sajtót, de már nem érdekes, mint mondanom, ez az idő már nem járja, de nem haragszunk emiatt, viszont hát elég hirtelen lehetett ez megszervezve, jó, hogy már nyitások voltak, meg engedmények, mert úgy belegondolva, hogy ugye múlt héten, nem is tudom melyik nap volt, hogy az utolsó meccset játszottuk szerdán, azt hiszem Debrecenben, és hát láttuk, hogy itt már szombat vagy vasárnap meglehetősen jó hangulatban a képek alapján évzáró buli volt. Hát gondolom ezt azért csütörtök pénteken kellett összehozni, mert őszintén remélem, hogy a csapat azért bízott benne, hogy tovább fog jutni a Debrecen ellen, és nem szervezte el előre a negyed döntő után az évzárót. Nem baj persze, hogy ilyenkor jókedve búcsúznak egymással azok a játékosok, akik valószínűleg nem fognak a továbbiakban egy csapatban szerepelni a legtöbben. Én nekem nagyon fájó azért, mert ennek a csapatnak óriási múltja van és nagyon nagy eredményei, és egyetlen dolog, amit szerintem még soha nem sikerült elérni, legyen Albakompról, Albafehérvárról vagy bajnokcsapatról szó, hogy pályahátrányból még nem nyert ez a csapat rájátszás párharcot. Olyan volt, hogy pálya előnyből előbb elvesztettük a pálya előnyt, és aztán visszahoztuk és megnyertük vesztett állásból. De most először én kézzel fogható közelségben éreztem, hogy egy idegenben játszott első meccs után, ami tényleg imponálóan nyert meg a csapat, itt nem lehetett még a második meccsre se azt mondani, hogy egy ilyen szoros és végjátékos, mert 15 pontokkal vezettünk a Debrecen ellen mind a kétszer. Szerintem ebben ilyenkor benne van, hogy a harmadik meccset megnyeri otthon a Debrecen, a fiúk is már inkább fejben valószínűleg ott voltak, hogy majd itthon kell azt az egyet behúzni.
Hát a hiányérzet egyrészt amiatt van, hogy nem lehetett teljes a csapat. Én azt gondolom, hogy ezt a Debrecent az Alba, hogyha az utolsó három meccsből egyszer ki tud állni teljes csapattal, akkor kiütötte volna, mert ez a Debrecen nem jobb csapat az Albafehérvárnál, de valahogy egy kicsit az egész szezon benne volt ebbe, hiszen ahogy azt kielemeztük, ugye a vezetőedzővel is múlt héten tényleg átoksújtott szezon volt ez. Ugyanakkor olyan értelemben nem hivatkozási alap, hogy ez több csapatra is igaz volt, aki már a playoffig sem jutott el mindenféle problémák miatt. Nyilvánvalóan van az emberben hiányérzet, hogy nem sikerült. A Debrecentől azért az, hogy ott most jobb be, hogy ők jutottak be, az évek óta épül egy nagyon komoly projekt ott. A debreceni kosárlabdának volt ugye egy vadkakasok időszaka, még a 2000-es évek első felében, amikor nagyon komoly pénzekkel tényleg ilyen európai magasságokat céloztak meg, Phoenix csarnokban Európa kupa meccsekkel. Az azért elég hamar bedőlt, most egy nyilván az állami szerepvállalásnak, központi támogatásnak is köszönhetően azért joggal mernek nagyobbat álmodni, és azért ez a keret, a legekletásabb példája Molnár Marci, aki tavaly itt játszott Fehérváron, jó is volt, és hát azt hallani, hogy nem azért nem itt játszik, hanem Debrecenben, mert mondjuk nem akartuk őt, egyszerűen nagyobb pénzt, és nem is kevéssel nagyobbat kínált neki a Debrecen. Magyar játékos ritka, elkérheti, ott megkapta. Tehát ez is mutatja, hogy ők nagyon komolyan gondolják, és hát egyébként nyilván egy nagyon jó ellenfelé lesznek ők is a Szolnoknak, de valóban jobb lett volna, mi vagyunk azok. Szimplán elfogytunk a végére. Tehát megnéztem, ez a 6 meccses vereség sorozat, ami jött a 6 meccses győztes sorozat után, és Akhmad nem játszott. Tehát ő vele kiment 20 pont, 10 lepattanó, őt még talán tudtuk volna pótolni, de így, hogy a Ron Curry betegség miatt, aztán Luka Markovics, ez azt jelenti, hogy a Lukát hatodik embernek számoljuk, úgy gondolom, 6-ból 3 kiesik, azért ezen a szinten ez óriási különbség. És nem Csóri küzdött a palánk alatt, hiszen ő is azért rengeteg problémával, sérüléssel, betegséggel, Covid-dal küzdött a szezonban, nem volt teljes értékű harcos olyan tekintetben, hogy az erőléte hiányzott. Csóri a harmadik meccsen itt Fehérváron szerintem tehát a csapat egyik leghasznosabb játékosa. De Omenakával küzdött, és ott pedig volt a Heinz, aki olyan blokkokat adott a végén, hogy tanítani való. Szerintem Tóth Ádi nagyon nagy produkciót nyújtott, és aztán a Molnár Marci, én úgy gondolom, hogy nem hozott akkora extrát, de ez a 8-10 pont és az a 4-5 lepattanó megvolt. Tehát én úgy gondolom, hogyha ez a 6-6-os csapatból, hogyha 3-an nem esnek, én nagyon nagy biztonsággal mondtam volna, hogy biztosan benn vagyunk, mert amíg rendben volt a teljes keret, a felkészülés is, addig két nagyon magabiztos győzelem. Igazán rosszul csak Debrecenben játszottunk a harmadik meccsen, az nem volt jó, de ott az első fél időben 20 büntetőből 14-et kihagytunk, tehát ott dobóforma sem volt meg, az egy ilyen zaklatott meccs volt. Itt a 97-90-es vereségnél volt esély a győzelemre, és ott Debrecenben is, tehát ez a legrosszabb, így kikapni, hogy 40 másodperc a vége előtt még vezetsz. És a kis Luxi, amikor azt a triplát rámelte, biztos se vettem, hogy bedobja. Nem ment be, akkor ellenakció kivédtük, és utána Bolyának volt egy zicsere, amit szintén ő nem nagyon szokott ilyet elhibázni, és ezek kiperdültek, és a végén tényleg ilyen egylabdás meccs volt. Én úgy gondolom, hogy teljes kerettel mi abszolút rendben lettünk volna, és én még a Szolnok ellen is úgy gondoltam, hogy teljes kerettel, ott is nagyon komoly esélyünk van a győzelemre. Hát ugye volt a Debrecennek, tényleg azt alátámasztva, hogy nekik adott a gép a végén, akkor, amikor átvettük a vezetést az utolsó percen belül, ők kértek egy időt, és volt egy támadásuk, ahol gyakorlatilag a Ronnie Moore, akit nagyon jól ismerünk, de azért 8 évvel ezelőtt volt bajnok, tehát azért már nem az ugyanaz a játék, jó játékos, jobb talán, mint a mi irányítók nekünk formájukat tekintve voltak. De gyakorlatilag vitte a labdát körbe-körbe, tök jól védekeztek rajta, és akkor utolsó másodperc egy fél lábról elugor a bal kézzel, felnyomott egy ilyen labdát, és az beesett. Az 10-ből 9-szer nem esik be, Vojvodának egy ilyen zicsere, meg 10-ből 9 és félszer beesik. Most ezt a két pontot megcseréljük ott, ahol mi vezettünk két ponttal, akkor a végjáték szerintem az Albáé. Hát ezek azok, ami miatt aztán emlékezetes marad egy meccs, nyilván ennél azért sokkal több minden dönti el. Ugye az egészet, igen? Hát csak az hogy mi dönti el, tehát ugye az ötödik meccsen a legvégén volt egy szituáció, tripla, letarolták ugye az Alba játékosát, vagy semmi, mehet kvázi tovább, nem volt már hova tovább menni, de ott akkor -3 dobás jött volna, és ugye nem ítélték meg a negyedik meccs után, tehát amikor egy
szakvezető bármely sportágban ugye úgy kezdi a nyilatkozatát, hogy nem akarok a játékvezetőkkel foglalkozni, akkor nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi van. És ugye az a helyzet jelen pillanatban, és tényleg akár beszélhetünk az angol labdarúgó bajnokságról is, hogyha igazad is van, hogy egyébként hülye volt a játékvezető, vagy a játékvezetés felfogása volt rossz, utána akkor is kapsz valami szankciót. Itt a kettő között van, lehet, feltételezhetünk egyébként összefüggés, hogy Forrai Gábor bírózott egy jót a negyedik meccs után, és szerintem teljesen joggal, hát, és aztán az ötödiken a végén meg ezt nem fújják be. Nyilván be kellett volna dobni ezt a három büntetőt. Persze, igen, azért nehéz ezt megmondani, mert a negyedik meccs után a Forrai Gábor bírózás az igazából arra vonatkozott, és ez egy tök jó párhuzam, amit ő mondott, hogyha ő meg akar nyerni egy meccset, egy kiélezett végjátékban, akkor még ha van is egy tehetséges fiatalja a padon, nem küld be három fiatalt a pályára, mert a meccset a rutinos játékosok döntik el. Arra a mérkőzésre három, de legalábbis háromból kettő tök rutintalan, még egy kicsit erélytelen, tapasztalatlan, mondjuk egy gyenge játékvezetőt küldtek. Egy negyeddöntő párharc olyan meccsére, ami eldöntheti a továbbjutást, nem szerencsés. Tehát azért van annyi tapasztalt magyar bíró, hogy jó. De azért mondom, figyelj, ez tény. Szerintem ott Forrai Gábornak ebben igaza volt. De az ötödikre viszont oda küldtek három olyat, amelyiknek egyenként van 1000 meccse, tehát hogy gyakorlatilag tényleg a három legrutinosabb játékvezető volt, és mégis megtörtént ugyanez, és azt azért jegyezzük meg, bár ez lehet, hogy csak ilyen fehérvári sérelem, hogy pont a 10. évfordulója van most annak, hogy Bencúr Tamás, aki ugye még mindig vezet, és ezen a meccsen is ő volt, a bajnoki döntőben 2011-ben a Hanga Ádám javára nem fújt, amikor itt ugyan negyedik meccs volt, vezettünk 2-1-re, Szolnok ellen egy pontos meccs volt, és a legutolsó támadásunknál Hanga Ádámnak a Báder Marci tanítani valóan aláfeküdt. Aláfeküdt pont annyira, hogy az Ádám kibillent, nem dobta be, kikaptunk. Utána Bencúr Tamásnak nagyon komoly interakciója volt a fehérvári szurkolókkal. Egy időben én is jobban voltam vele, ő az a fajta játékvezető volt, aki valamiért szerette, hogyha úgy visszajut hozzá a vélemény, meg esetleg ő is elmondja. Hát voltak legendák, hogy fölhívta Hangát, meg reagált erre, nem tudom, de nagyon magyarázta a bizonyítványt, hogy ilyen szituációban, egy labdás meccsen, ott már nem fújnak a bírók, ott már döntsenek a játékosok, és elég egyértelmű helyzet volt. Hát most eltelt 10 év, ez most nem ment akkora tétre, mert nem döntő volt, és azért megmondom őszintén, ez egy olyan szituáció volt, 4 másodperc volt hátra, alaponalról dobtuk be, nyilvánvaló volt, hogy semmi esély nincs, csak az, hogy a félpályáról valaki rávágja a triplát, ott egyébként a debreceniek voltak hülyék, hogy egyáltalán tettek egy ilyen esélyt, mert hogyha véletlenül ezt befújják, akkor aztán nem mossa le magáról a Moody, aki ott oda neki esett a mi irányítónknak, hogy miért, tehát félpályáról úgy se dobta volna be nagyon minimális eséllyel, be lehetett volna fújni. Más kérdés, hogy Laci mondta, hogy 60-70%-a büntetőztünk az utolsó meccseken, tehát még az sem biztos, hogy bedobta volna a három büntetőt a Guillaume, de hát persze ezzel lehet lovagolni, hogy az ott megért volna egy sípszót. Itt, amit a Zoli említett még a bevezetőjében, ez az átok sújtotta szezon, én ezt ragadnám ki, mert őszintén szóval én a második hullám idején össze nem gondoltam volna, hogy egyáltalán lesz playoff, Magyar Kupa, mert azért, mert te pessimista vagy. Vagy egyáltalán bajnokság. Nem, hát tehát emlékszem, hogy ősszel interjút készítettem a Forrai Gáborral, és kérdeztem, hogy mi újság. Hát most már tudtam edzést tartani. Hát annyi ember nem volt, hogy meccs szituációt gyakoroljanak a tréningen. Tehát bizonyos tulajdonképpen sportszakmai szezonból az, hogy voltak mérkőzések, ugyan zárt kapusak, szerintem az is óriási eredmény ahhoz képest, hogy gyakorlatilag leállt a teljes kosárlabda élet Magyarországon ősszel, ebben az átok sújtotta, vagy pandémia sújtotta szezonban. De hát nyilván az meg a másik fele, hogy itt most lehet pro és kontra agonizálni, hogy most ki hogy fújt, meg ki hogy dobott, de hát Forrai Gábor erre azt mondta, hogy ez senkit nem érdekel. Nem, senkit nem fog érdekelni, hogy az Alba hogy vesztett. Nem. Az a lényeg, hogy nyer. Ha veszt, így vesztett, úgy vesztett. És ebben a párharcban alul maradt. Az átokhoz gondolt bele, és ez most még most is fennáll, hogy amikor az első meccs közvetítésére készültem itt a Debrecen ellen, akkor néztem meg, hogy 3 éve annak, hogy utoljára néző playoff meccset láthatott Fehérváron. 2018-ban. Akkor az elődöntőben kikaptunk a Falkótól egy 5 meccses párharcban. Rákövetkező évben a 2 évtized szégyene nem jutott be a rájátszásba se az Alba, azt követő évben ugye lefújta a Covid az egész rájátszás, de már nem lettek volna nézők egyébként se, és most bejutottunk, és volt rájátszás, és néző nem látta, és
tényleg őszinte bízunk benne, meg el is várhatjuk, hogy jövőre 2022-ben majd ilyenkor április végén lesz megint playoff. Reméljük nem lesz már 5., 6., n-dik hullám, és akkor bemehet egy néző, és elmondhatja, hogy 4 év után látja a fehérvári kosarasokat a pályán, a csarnokban rájátszás meccset. És azért ahhoz képest, hogy itt milyen tradíciók vannak, hogy erre hogy készültük, én magam emlékszem az érzésekre, a hangulatokra, az illatokra, amit jelent egy rájátszás izgalmában az egy. Ez borzasztó. Tehát ahhoz képest persze mondhatjuk azt is, hogy tök jó, hogy most legalább ott voltunk, de hát nyilván az igazi az hát lenne. Hát vagy nézzük úgy, hogy Krisztián mondta, hogy legalább volt meccs. Igen, hát. De egyébként, amit Krisztián mondott, az annak kapcsán kérdezem Lacit, aki dolgozik ennél a klubnál is, az, itt is igény mutatkozik, ugye? Jelentős, így van. Hát, mindenhol, csak nem tudják mindenhol megfizetni a Lacit. Nincs is, szándék az a baj, szándék sincs rá. Szóval, hogy amit mondott a Krisztián, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, veszít az Alba, veszített. Hogy, és ide kapcsolódik, amit a Zoli is mondott, hogy 4 éve, vagy jövő lesz akkor 4 éve, hogy néző rájátszás meccsen lehetett a prióban. Te, mint aki a klub kommunikációjánál is dolgozol, a kommunikációjával is foglalkozol, hogy lehet ezt most akkor úgy kommunikálni, vagy hogy lehet ezt úgy tényleg levarázsolni, hogy ősszel, amikor reméljük, hogy tényleg nem lesz újabb hullám, és mehetnek majd a nézők meccsre, hogy az Alba szurkoló vegye jegyet és bérletet. Mert hogy itt ugye ez egy olyan város, ahol kosárlabda tekintetében igenis a bajnoki címért kell küzdeni, de legalábbis azért villanjon föl a döntőbe jutásnak a fénye az alagút végén. Hát a pandémia az a szörnyű, hogy nincs ráhatásod a történésekre. Tehát arra van, hogy magánemberként nekivágsz a malagának, átmész 3 határon, és haza tudsz eljönni. Tehát, de az, hogy a pandémia hogyan akul mondjuk október 10-én az EB-t követően, azt az embernek erről fogalma nincs, tehát ezt nem látja senki, mint ahogy itt még múlt pénteken, hogy megvan a 4 milliómodik oltott, onnantól kezdve nyit minden, de nagyon sokan nem nyitottak. Tehát olyan mérkőzések, zárkapus meccseket rendeztek, a teremsportágokból egyáltalán nem engedtek be embereket, és a szabadtéren sem. Tehát ebbe ez a nehéz ügy, és itt, amit mondott a Krisztián, hogy ez tényleg egy elátkozott szezon, mert 4 másodperc a vége előtt a Ludovikába, a kupa negyed döntőn a Szolnok ellen, 1 ponttal vezetett Szolnok, és miénk volt a labda, ráadásul az ellenfél tér felén. És ott egy ilyen rossz bedobásból a Curry nem tudta elkapni a labdát, utána faltoltunk. Tehát az is egy annyira szörnyen alakult a szezon, tehát semmi nem indokolta volna, hogy legalább a 2 sorozatból egyiken ne játszunk elődöntőt, úgy gondolom meg is érdemeltük volna, de most így alakult. A Fofó mondta azt nekem, hogy jövőre, amennyiben ő lesz az edző, nyilván nagyon szeretné, úgy gondolja, hogy ez meg fog fordulni, tehát kicsivel jobb csapatunk lesz, meg nagyobb szerencsénk is talán, de az biztos, hogy óriási a szerencsefaktornak rendkívüli szerepe van. De hát azt nem is mondhatja, hogy ugyanilyen lesz. Persze, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük volna, tehát én a Debrecen elem is. Igen, nem csak a szerencsém múlik, most egy kicsit akkor hagyd legyek én a szurkoló, mert a fejvári szurkoló tudjuk, hogy olykor még az igényesebbnél is igényesebb. A Kekeckedünk című rovatunk következik itt a kezdőkörben. Nem, csak egy másik nézőpont, hogy mert én ugyanezt a kérdést nyilván föltettem a múlt héten Forrai Gábornak, hogy rengeteg végjátékot fel lehet sorolni. Ahány szoros végjáték volt ebben a szezonban, abból majdnem mindegyikből vesztesen jött ki az Alba. És ez lehet, hogy átok, meg lehet bal szerencse, meg hogy egyszer megérdemeltük volna, de a sportban azért tudjuk, hogy véletlenek sincsenek. Ő azt mondja erre, és ez is egy jogos érv, hogy pont azok a beidegződések, automatizmusok, elmozgások, amik ilyenkor rengeteget számítanak, azokat nem tudta begyakorolni a csapat, hiszen alig volt edzés, amikor teljes kerettel tudott gyakorolni. Ezért, amikor van egy éles végjáték, akkor sokkal jobban támaszkodik egyéni megoldásra egy játék. Nem ismeri a másik gondolatát, stb. Tehát van ebben logika. Mégis azt mondom, hogy hosszabb távon, ha egy csapat minden végjátékot elveszít, akkor az ellenfél megérdemli, és nyilván ebben lehet hiányérzete az embernek, és reméljük, hogy jövőre majd tényleg tud annyit együtt készülni a csapat. És hogy ne a kekeckedős, mert azt mondja a Tomi, hogy kekeckedek, neki viszont tökéletesen igazat adok, csak elkerült a kérdést, hogy a jegyeladás, a bérletértékesítés, a szurkolók érdeklődésének a fenntartása, tehát azért mindig nem mondhatod majd azt, nem te, nem mondhatjuk azt, hogy mert a pandémia és hát olyan bal szerencse volt. 2 szezonnal ezelőtt már nem emlékszünk, mit mondunk, amikor be se jutott a rájátszásba a csapat, azért arra nehéz lett volna ilyen körülményekkel magyarázni. És hát
tényleg oké, hogy a magyar sportban nem feltétlenül a jegybevétel a legfontosabb, de egy ilyen tradícióval rendelkező sportágon és klubnál azért csak létkérdés, nem, hogy előbb-utóbb azért ki legyen elégítve az az igényes és kényes szurkoló, tehát ne az legyen, hogy most megint megmagyarázzuk, hogy éppen miért nem. Tehát fontos az, hogy igenis maradjon érdeklődés és szurkolás. Az állományt én rendkívül erősnek találtam, tehát a Vojvoda, én úgy gondolom, hogy most is rengeteget, két olyan triplát dobott, amivel visszajöttünk a meccsbe, sőt átvettük a vezetést a végjáték előtt. De mondom, ő is ember, ő is tudott hibázni, ő két gyenge meccse volt a szezonban, de mondta is nekem, hogy 4 nap alatt játszott azért 3 meccset, megjöttek Ukrajnából, azért nem volt egyszerű ott a buborékban kiharcolni a továbbjutást, kint vagyunk az EB-n. Hazaértek, és másnap meccs, következő meccs, volt egy 6 pontos és egy 7 pontos meccse. Ő azt mondja, valóban magyarázhatatlan, de annyira fáradt volt, és utána ő nagyon szépen talpra állt, és mellé szerintem nem építettek rossz keretet, de arra tényleg nagyon nehéz felkészülni, hogy kimegy a center, kimegy az egyik hátvéd, és gyakorlatilag kimegy a csapatkapitány. Ez megnehezítette, és az utolsó meccs előtt nagyon őszintén én azt hittem 20-szal fogunk kikapni. Tehát én nem gondoltam, hát igen, hogy 40 másodperccel a vége előtt nekünk komoly esélyünk mutatkozik a győzelemre. És itt fordult meg ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat tényleg abszolút megérdemli a bizalmat, és itt a légiós választásoknál is, hogy erre mondták 30 évvel ezelőtt még a Kaposváron, amikor jártam iskolában, hogy hát amikor faxon veszünk amerikai játékost, akkor mindig benne van a veszélyhelyzet. Tehát ma már jobban utána lehet járni, de így is benne van, hogy kopott a térde, akkor a Guillaume-nak, amiről nem beszéltünk, az ujjait nem nagyon tudja mozgatni, van egy in-szalag problémája, tehát itt voltak hibapontok, és ő még nem is került szóba, de látszott, hogy csúnyán dob, egy dobógép volt az amerikai egyetemén, és mindent bedobott. És itt voltak olyan meccsek, amikor nem nagyon találta a helyét, és benne volt, mint ahogy aki előző volt a Turner pedig a csípőizületével voltak gondok, ő is látszott, hogy nem egészséges. Tehát itt nagyon sok mindennek kell jönnie, itt most idén tényleg semmi nem jött. Ugyanakkor viszont szerintem nem csak a csapat érdemli meg a bizalmat, hanem maga a vezetőedző is. Nyilván a Forrai Gábor óriási motivációval kezdett volna itt neki a munkának, ha tudott volna, de nem tudott, és most megint be kell, hogy hozzam a járványhelyzetet, az biztos, hogy óriási benne a bizonyítási vágy, és azért azt se felejtsük el, hogy az Alba Nimbusához képest valóban nagyon, nagyon gyér az idei teljesítmény, de az előző szezonhoz képest azért fényévekkel. Tehát akkor azt mondod, hogy adjunk Forrai Gábornak, hát tehát ne csak idő. Mi, hanem a szurkolók és a vezetőség adjunk Forrai Gábornak egy esélyt, hogy egy bízunk benne egy tiszta szezonban, mutathassa meg azt, hogy mit tud. Így van. Egyetértek, bár nyilván nagy kultúrája van itt is, meg az egész magyar sportban az edzőváltósdinak, de különösen kosárlabdában, más sportágról is beszélhetnénk, azért nem rángat le az ember minden percben, minden polcról egy tuti biztos majd a négybe bevisz minket edzőt, erre semmi garancia. 20 éve gyakorlatilag 2 edző volt, aki ugye itt nyert valamit az Albával, pedig azért voltak legalább 12-en, akik megpróbálták. A Carlos Frade és a... Ja, nem. úgyhogy én is azt gondolom, hogy jár a bizalom azért, hogy tényleg egy olyan szezon legyen, aminek a végén vegy tisztán megmutatkozik, hogy amit ő akar, azt normális körülmények között meg tudja-e valósítani. Egy futballcsapatban is azért 11-ből kiesnek 2-en, azért az érezteti a hatását. Egy kosárlabda csapatnál ez hatványozottan igaz, hogyha ott az 5-ből kiesnek 2-en, az még inkább megnehezíti a dolgokat. Na jó, és ugye hát akkor már kössünk át a labdarúgásra. Tegnap jól kiestek 2-en. Az egyik elég hamar. Meg is vagyunk. Hogy meg vagyunk, így. Olvastam egy kommentet, hogy Földös Zé két játékos is már magához hívott a sárga csapatba, ugye. Na, tehát igen, akkor beszéljünk a tegnapi hétfő esti Magyar Kupa döntőről, aminek én azt gondolom, hogy sok pozitívuma van. Az egyik az, hogy a Puskás Arénában rendezték, a másik, és szerintem ez a legfontosabb és az egészben a legörömtelibb, hogy nézők előtt rendezhették. További örömteli dolgok nem tudok beszámolni. A szép diplomatikus bevezetés volt. Főleg te, aki a Fradinak szurkolsz. Nyilvánvaló, hogy azért a Vidi áll a második helyen a szívemben, hát főleg hát most még Szabi a harmadik a tabellát. De egyébként az jutott eszembe, hogy a Szabics Imre az edző, hogy milyen rég volt az, hogy a 4 nagy fehérvári egyesületnél jelen pillanatban kizárólag magyar vezetőedzők dolgoznak.
Jó, a hokisoknak nincs edzőjük, de, de hogy csak magyar edző. Na, szóval, hogy volt ez tegnap? Milyen volt a helyszín és a millió? Hát én először voltam most a új stadionban, tényleg lenyűgöző, nyilván... Laci, te hanyadszor volt? Harmadszor. A Uruguay ellen, tavaly ugyanígy a Magyar Kupa döntőn, ott is elmértem magam, ugyanis biztosra vettem, hogy a mezőkövesd átfut a Honvédon. Nem így történt, tegnap ugyanezt gondoltam. Nem mondod, hogy a Bayern München Sevilla nem voltál, vagy a nem. City? Hát de annak oka volt. A Bayern Münchennél ott az UEFA nem adott akkreditációt, mert ott próbálkoztam, kísérleteztem, a végén visszaírtak, hogy ne hülyeskedjünk. De tehát még a baleseted előtt volt? Baleset előtt volt. Ott végén tettem kísérletet, egy rövid anekdóta, egy nagyon rövid, hogy hát az volt, hogy jött egy e-mail, hogy azok a újságírók, akik végigkövették ezeket a csapatokat, és én visszaírtam, hogy mi sem egyszerűbb, hiszen a Audi kupán kint voltam a bronzmeccs döntőn, tehát a Bayern, amikor kezdte a szezont, tehát követtem. Voltam a barátommal, akkor még a pandémia előtt Spanyolországban egy Andalusz körúton, és akkor voltam két Sevilla meccsen, voltunk Betisen, voltunk Granadán, és akkor az első meccset, amikor a Sevilla játszotta a Dudelange ellen, ott voltam, és az első bajnokin is. És akkor én írtam, hogy hát ez nálam követést jelent, és visszaírták, hogy ugye viccelek, tehát 16 kérdőjelet, hogy értékelik a próbát. Te hülye vagy, fiam? Most ez azért poén egyébként, mert tegnap a meccs előtt ott csináltam ilyen kis mini interjúkat a stadionon kívül, még hogy jöttek fehérvári szurkolók, hát nagy tömegben nem jöttek inkább kettesével, hármasával, és jött két bácsi, nagyon aranyosak voltak, idősebb urak, mondták, hogy igen, régen járnak meccsre, és akkor kérdeztem őket, hogy és a stadionhoz mit szólnak. Mondja az egyik, hát én még nem voltam, de a barátommal. Mondom, maga volt itt, hát igen, a Bayern München Sevilla mérkőzésen, úgyhogy van ember, aki nálad jobban intézte ezt a dolgot, nem tudom, ki volt ez a bácsi, de... Szerintem lehet, hogy csak jegyet vett simán. Igen. Jó, Laci, van olyan is, képzeld el, majd megmutatom a pénzt. Volt rá példa, nem vagyok rá büszke, volt rá példa. Igaz, akkor Michael Jordan játszott még a Miami-ban, tehát nem volt más esély, gyerekek csak. De az biztos, hogy tényleg csodaszép. Az Uruguay-en voltam, illetőleg tavaly mondom a kupadöntőn, mese az egész, tehát a millió, végre nézők. Hogy te háromszor voltál az új Puskásban, én egyszer nagyon kisfejezi a kettőnk arányai közti különbséget az egész pályafutásunkat tekintve. Én jó néhány stadionban közvetítettem, de nyilván meg sem közelíti azokat, amiket te láttál. Azért nem. És azt akarod, hogy tényleg gyakorlatilag mindegyikkel felveszi a versenyt, valóban nagyon-nagyon világszínvonal, tehát így néz ki egy stadion ott, ahol tényleg komoly futball van. Külön tetszik ez, hogy körbe lehet járni, már a kerítésen belül, de még a stadionon kívül. Gyakorlatilag a Római Olimpiai Stadion volt talán az egyetlen ilyen hasonló, amire emlékszem, hogy egy jó nagy terület, ami már a stadionhoz tartozik, de még körbejárat is, klasszikus, ugye megmaradtak a nagy tartók, tehát tényleg tök szép az egész. A kiszolgálás, az infrastruktúra abszolút európai volt, és egy borzalmasan... Egyébként ezt a stadiont, hogy ez itt van, és így lehet, ezt meg a szocializmusnak köszönhetjük, hogy annak idején ide találták ki a város. Hát azért jó, hogy nem olyan már, mint a szocializmusban volt, de volna. Oké, de ha ma akarsz építeni egy vadonatúj stadiont, akkor ma már nem épülnek új stadionok a városok szívébe. Valahova a szélére. Szomszéd faluba. Igen. Na, de... Méltatlan volt ez a mérkőzés ehhez a millióhoz. Ez jó, hogy te mondtad, Krisztián, és nem én. Igen. Az volt a legkevésbé jó az egész estében, az a 120 perc. Nem nagyon. Tudom, hát ez... Tehát ez az egerész, és itt egy órán keresztül. Poénkodott rajta egy ismerősöm a valamelyik fórumon, hogy ugye a múlt héten Superliga, meg hagyományos európai, tradicionális szurkolói, sportolói futballértékek háborúban az, hogy hát, hogyha akkor akarjátok a tradicionális, hagyományos futballértékeket, akkor jó szórakozást kívánok az ilyen mérkőzésekhez, mert nem kell nekünk évi 5 City, United, meg Real Madrid, nem tudom, Róma, hanem kellenek a kis csapatok, nyilván ez el van ferdítve, meg én nem feltétlenül értek egyet vele, de hát mondjuk, na. Jó, de nyilván a szurk egy vérbeli, ízig-vérig Vidi szurkolónak, meg egy ízig-vérig Újpest szurkolónak teljesen mindegy a játék színvonala, mert ad egy adrenalint az egész. Nyilván semleges nézőnek volt egyébként borzasztó az a tegnapi mérkőzés. Hát nem tudom, én semlegesként voltam, de nem tetszett. Mert az igazság, hogy ezt az Újpestet, ezt az elején kettőt kellett volna nekik rúgni az első 45 percben, és akkor megvan a mérkőzés. Ezzel szemben egyáltalán nem ez történt. És hát amikor a nagy meg a kicsi találkozik, ez a kupa sajátossága is, a kicsi mikor megérzi a vérszagot,
akkor megeszi a nagyot. És ennek a klasszikus. Remélem, látják új testtel, amit meg. Amikor a kettő lepében van a pályán. Egyébként belegondoltak, hogy ez most egy kicsit olyan, mint a Superliga, mert hogy már negyedszer rendeztek az idén Újpest-Fehérvárt, ami korábban azért nem nagyon fordulhatott elő. A négyből három meccsen ugye 14-1 volt a Vidi Avár az összgól különbség. Egyébként ott is volt olyan, hogy az első fél idő 0-0, a vége 5-0 lett ide, még a fehérvári meccsen. Tehát ez a tegnapiban nagyon nem volt benne, és igazából nekem az volt az igazán zavaró, hogy mondtuk Nikolic alatt, mondtuk Márton alatt, meg mondtuk más edzők alatt is, hogy nem tud mit kezdeni a Vidi azzal, hogy beáll az ellenfél bekkelni. Most lehet, hogy egy Újpest hagyományaihoz ez nem méltó, de beálltak bekkelni. Beálltak 16 méterre, mélyen védekezve, és halvány lila a gőze nem volt a Vidinek, hogy mit csináljon ellene. Se a szélről, se középen, nem azt mondom, hogy nem próbált, nem volt akarat, nem ellen múlt, de semmi. Hát gyakorlatilag a 80. percben volt egy fejes, mondjuk ha az bemegy, akkor nyerünk, aztán most teljesen másról beszélünk. Igen. De a 80. percében kaput is alig találtunk. Akkor most, ha bemegy az a fejes, akkor most arról beszélünk, hogy micsoda taktikai csatát nyert meg. Bocsánat, egy gyors kiegészítés, tehát a kicsi és a nagy vonatkozásában. A jelenlegi játékos állományát és kvalitását. Nem hiszem, hogy szimpatikusabb lettél Újpesten. Amikor gonfociztam, nekem Tiefenbach Tamás volt a kedvenc játékosom, aki az Újpesten. Még láttam Lustenau-ban. Ugye? Ő volt a kedvenc játékosom, úgyhogy nem vagyok Újpesten. Nekem is volt gyerekkoromban újpesti gonfoci csapatom, de abban még Rotelmer volt a kapus, Dunai 3, Dunai 2, Sarlós, de olyan 70-es évekbeli. Nem, már Szlezák. Ki volt még? Weber nagy úr, igen. Szlezák a mi legendánk is. Igen. Itt is játszott. A talapával, aki az MTK-ból érkezett. A tegnapi meccsben azt a problémát érzékeltem, hogy ami egy évvel ezelőtt hasonló volt, mondom, a Mezőkövér nagyon-nagyon futballozott, és ment az idő, és nem volt meg a játékuk. És a Honvéd gyilkolta a futballjukat, és taktikailag fölé nőtt a Mezőkövérnek. És tegnap sajnos úgy éreztem, az Öning taktikája sokkal jobban ül, és vártam, hogy jöjjön a játékunk, és ment az idő, és nem jött meg a játékunk. Tehát mentünk előre, daráltunk, én kényszeredettem, de nem volt igazi átlövés, nem voltak szélen vezetett akciók, nem voltak érkezők középen, és ment a meccs egy csikóan, külső szemlélőként, nem fehérvári drukkerként valóban nem adott hivalkodóan nagy élményt. És ahogy ment az idő, jött a két piros, egyébként most erről vitatkozunk emberekkel, hogy hát nem feltétlenül volt a második sárga, az második sárga. De én úgy gondolom, hogy a Ruse is az volt, és úgy gondolom, hogy az Alefé is az volt. És amikor egy játékos sárgával rendelkezik, akkor erre megfelelő szellemi nivónál odafigyel. Csak tudod, mi az érdekes, Laci, hogy egyébként egyetértek, szerintem mindegyik sárga adható volt, az is, amit egyébként az Újpest kapott, az is, amit mi. De hogy milyen a játékvezetés Magyarországon, a Rusnak az első sárgát azért kapta, mert beleszállt egy csetepatéba, nagyon csúnyán letalpalták ugye a Funsót, és kezdődött el, ő odarohant, kikérte magának, a Mitrovic azt kérte ki, és ez a két játékos kapott egy sárgát. Azért, mert megvédte a csapattársát, és belement egy balhéba. A másodikat azért kaptam, mert a 90. percben elment mellette egy játékos, és így a derekánál megfogta. Na most Juhász Roland egyikért se kapott volna sárga lapot. Tehát a Juhász Rolit mi nagyon szeretjük, méltán legenda, az ellenfelek azért gyűlölték, mert annyi mindent megengedhetett magának a pályán, a játékvezetőknél olyan respektje volt, hogy ha ő oda ment rendet tenni, akkor nemhogy nem kapott sárgát, még meg is köszönték neki, hogy ő rendet tesz, és hogyha van véletlenül egy sárgája, a 90. percben egy ilyen mozdulatért bíró nincs Magyarországon, aki sárgát ad neki. A Rus Adrián, ezt most tényleg nagyon nem szó szerint értem, a Juhász Rolandhoz képest, a respektjét tekintve senki, jelen pillanatban. Még a játék tudását gyerek, tekintve is sajnos. De lehet belőle, de nem játszott rosszul, nem rossz védő. Csak nincs meg, és van egy fiatal játékvezető, egyébként nem mérlegelt, csak ezt mondom, hogy ez valahol nincs jól. Ez a sárga adható volt, mindegyik, csak azt mondom, hogy ha ez például lehet, hogy nem is a Juhász kellett volna mondanom, bármelyik kicsit respektáltabb magyar játékos követi el, akkor az egyiket nem kapja meg. A Lev Dettó, mondjuk az meg, ott meg szimplán nem is tudok mit mondani. Mind a kettőn ott hagyta a lábát. Visszatérve egyébként, tehát a belső védőpáros, Juhász Roli érkezett 27 évesen az Anderlechtből, ahol 4 szezonban játszott a BL-be, ereje teljébe. Jött egy Vinicius, aki akkor élte a fénykorát, fiatal volt, brazil, nagyon akar bizonyítani, európai közeg, és most pedig van a Rus és a Muszlió, akik tényleg valóban jó futballisták, de nem azt a nívót képviselik, és a Rolinak túl a respektjén
játéktudás, még a végén is 34 évesen, 35 évesen már elassul, de elképesztő, hogy olvasta a játékot, mindig odaért, tehát ő utolsó emberként nem érezte nagy hibáját, sőt, ha baj volt, akkor még fölment fejelni, tehát ő benne még érezte magát, Henning Bergen akkor kitalálta, hogy megégetés középső középpályásként számított rá, megoldotta irányítóban is. Tehát nagyon hiányzik a szellemisége, és nagyon hiányzik az az agy, amivel ő rendelkezett a hátsó lakzatba, akár középen is. Ilyen szempontból jó ötlet szerintem, hogy őt betették az edzői stábba, és az, amit megmondasz, akár csak az, hogy mondjuk egy Juhászhoz, Viniciushoz képest visszaesés van, hát nyilván ez a keret minőségét veti fel. Mert azért legyünk őszinték, és ezt most tényleg semmiféle savanyú szőlő effektus nem mondatja vele, ilyen gyengén játszó csapat, mint ez az Újpest, szerintem még nem nyert magyar kupát. Tehát amikor egy kis csapat meggyeri a kupát, akkor mindig vagy van egy élete meccse. Ha más nem, olyan tiszta szívvel bekkel, és olyat föltúrja a pályát, és egyszer úgy eltalálja a labdát. Ez az Újpest még kettős ember előnyben is, szerintem, ha nem találja így el ez a gyerek a labdát, akkor lehet, hogy kettős ember előnyben is kapuja. Előtte ráadásul les volt. Igen, tehát, hallgassuk el. De ez egy nagyon gyengé játszó Újpest volt, és mi még gyengébbek voltunk. Igen. És azt gondolom, hogy akár amit a Laci mondott, hogy az érkező ember hol van, imádjuk Nikót, szurkolok neki, valaki ő legyen, mondjuk, aki megdönti Szabó Józsi, az én egykori hősömnek a rekordját, de már ő sem az a csatár, Budu nem az a csatár, nincs érkező minőségi, nullából, igen, semmiből gólt szerezni képes játékos. Jelenleg akár a Ferencváros összehasonlítva, már pedig velük kell magunkat összehasonlítani, ez a keret, ez minőségileg gyengébb. Én egyébként nagyon büszke vagyok Krisztiára, mert hogy egy ilyen elvesztett kupadöntő másnapján vidi pólóban. Mutassuk meg, bár fekete stílszerűen. De csak az akku miatt vette. Erre egész nap ebben volt egyébként. Tehát egyik én egy igazi zurkoló, hogyha kikap a csapat, és... Európai ember. Közép-kelet, de ez meg túlnyilás, azt mondjátok. Jó, de ki vagy gyúrva, neked jól nézel ki? Nekem Fiola Attila játéka volt rettenetesen szimpatikus. Tehát, hogy lehetett hallani. Igen, lehetett látni rajta, hogy ez akar, fut, rohan, csúszik. Nem is állították ki. Pedig majdnem 20 percet a pályán tölt. Igen, de hogy úgy rohanta, úgy azt láttam, hogy ő így nagyon... Zakarás oké, de ő is nagyon rosszul játszott. És egyébként nekem ugye talán nem egyedül Bolla nagy kedvencem, nagyon szurkolok, hogy egy fehérvári srácként, még ha nem is a Vidiben pallírozódva, de mégiscsak én látom benne azt, hogy ő tényleg egy jó képzet, de talán a legrosszabb meccse volt, amióta a Vidiben játszik. Meg valahogy mindenki, tehát én nem tudom, hogy ez miért. Olyan szinten teljesített alul tegnap ez a csapat, de ezzel együtt mondom, hogy szerintem itt a keretben azért vannak gondok. Igen, tehát igazából az van, hogy nyilván a Ferencvárossal kell versenyezni, de ahhoz, hogy a Ferencvárossal versenyezni tudjon a Fehérvár, a Vidi, ahhoz mondjuk az Újpestet most azért meg kellett volna verni, mert ugyanezt a csapatot a Fradi elintézte, és úgy lett bajnok, tehát azért az egy sima meccs volt. De itt volt. Is akkor mondhatjuk azt, hogy adjuk meg a lehetőséget Szabics Imrének, aki elkezd egy olyan szezont, amikor reméljük, hogy egy olyan keret áll a rendelkezésére, ami egyébként az mostaninál minőségibb, és van is masszívan beleszólása abban, hogy milyen minőségű típusú játékosok jönnek. Ezelőtt, vagy ezután a vereség után, tehát tényleg ez engem megcsapott. De mégis fölvetted a pólót, hát büszkék vagyunk rá. Mert emberség olyan, és se vizsgálzik. Így. Én azt gondolom, hogy Szabics egyébként nagyon markánsan állt ehhez a csapathoz, amit én látok, persze ma már a kommunikációs olyan, hogy bármit tudhatnánk. Szerintem neki azért nagyon megvan a határozott elképzelése, én azt gondolom, hogy bele is fog nyúlni ebbe a keretbe, néhol már érződik is, hogy kik azok, akik élvezik a bizalmát, és kik azok, akik nem. Reméljük, a lehetősége is lesz rá. A sajtótájékoztatója nagyon érdekes volt, azt éreztem, tudjuk, hogy ugye ő is mondhatjuk így, hogy a nyugati futballon pallírozódott, miután kikerült Gyumer, azért tudjuk, hogy persze Ferencváros neverés. Nagyon sok időt eltöltött jó edzők mellett, a kommunikációban is valószínűleg sok mindent tanult. Nagyon távolságtartó volt, nagyon azt lehetett érezni, amit ilyen profi edzők, akár egy Mourinho, akár egy Klopp sajtótájékoztatóján érzel. No jó pofizás, no bizalmaskodás, nincs az újságírók felé. Elmondott egy láthatóan előre kitervelt gondolatmenetet, és amikor kérdéseket kapott, akkor pedig ilyen végtelen távolságtartással tulajdonképpen megpróbált mondani is valamit, meg nem is. Tehát azt éreztem rajta, hogy az a fajta profizmus van, aki nem akarja magát hagyni kizökkenteni.
Nem biztos, hogy ez mindig jó, nyilván szereti az ember, hogyha ha kap egy eredeti poént, vagy egy választ, vagy nagyon őszintét, de szerintem ő kijárta ezt az iskolát, én meghagynám neki tényleg a bizalmat, hogy egy olyan kerettel, amiben esetleg beleszólása is van, mit tud kezdeni. Hát már csak azért is, mert ha kosárlabdában mondtuk, akkor aztán futballon egy tényleg lámpással kell keresni a magyar edzőt, aki mondjuk nemzetközi szintű tapasztalattal mérhetően rendelkezik. Hát sajnos gratulálnunk kell az Újpestnek. A Paks így hoppon maradt, ugye? Konferencia liga ügyileg. Pedig Bognár Gyuri hogy megmutatta volna Európában? Én nagyon szurkoltam, ráadásul a Paks így játszotta volna már a csoportmeccseket. Tehát az ő stadionjuk az a, csak a... Na most melyik kupa lesz? Melyik konferencia. Ja, a konferencia. Így van. Hát a Vidinek is? Igen. Európa ligában akkor lesz csapatunk, hogyha a Fradi oda átesik a BL-ből. Nem vagyunk a koeficiensek tekintetében Európában 25-ben. 27-ek vagyunk, és az osztrákok nevezhetnek, a horvát nevez. Ez a konferencia liga lesz az, ahol az albán macedón... Igen, Gibraltári. Meg a Liverpool. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Liverpool is konferencia ligában kénytelen majd játszani. Viszont nagyon rövid az időnk, és ugye három témát ígértem az adás elején, ez pedig ugye a Liverpoolhoz kapcsolódik, nem elsősorban hozzájuk, hanem a Manchesterhez. De jól átkötöttél megint. Ugye? Hát a kezem alá dolgoztam. Manchester United Liverpool mérkőzés, tényleg az egész angol labdarúgás, azt gondolom, hogy legnagyobb mérkőzése. Semmivel nem volt jobb, mint a magyar kupa döntő. Sőt. Egy egyeneset nem rúgtak a labdába. Szóra sem érdemes a derbi. Ez volt az a mérkőzés a hétvégén, ami ugye kezdődött volna az 17:30 és 13:00 ugye a zártkapus meccs ellenére néhány néző úgy döntött, hogy akkor bemegy és demonstrál ugye a Glazer família ellen. Hogy történhet meg ilyen? Angliában, ott, ahol tényleg komoly szurkolói rendbontás a szigeten, a helyzet tragédia óta nem volt. A klub most azt kommunikálja, hogy nem igaz, hogy nyitva felejtettek egy ajtót, egy menekülő kapun keresztül beözönöttek, és ott elkezdték nyitni a többieknek, hogy gyertek. Ez valóban hihetetlen, hogy megtörténhetett egyáltalán. Itt az egészben én a szörnyűséget nem is a szurkolói rendbontásban látom, hanem a szurkoló nem hajlandó tudomásul venni, hogy azon a szinten a futballban nagyon komoly üzleti érdekek vannak. És van egy család, aki úgy gondolja, hogy ebbe üzletet lát, annyi pénzt tesz bele, amennyit, fizeti a hiteleket, tehát a Drucker ő úgy gondolja, hogy majd ő megmondja ezt, és amikor valóban van tulajdonosi háttér valahol igazi, akkor ott nem engednek beleszólást. És én úgy gondolom, hogy a szurkolónak ahhoz van joga megvegye a jegyét, és buzdítsa a csapatát, biztassa. Itt túlzott jogosítványokat gondolnak maguknak, és az angoloknak ebben van igazad, valóban itt ezt kiszűrték, mint ahogy a rendalírozókat nagyon könnyű ott kint tartani a kapun kívül, ugyanis... Eleve a jegyárakkal, meg azzal, hogy részben örökölni lehet, részben pedig olyan drágák a jegyárak tudatosan, ilyen 100 font körüliek, azért 40 ezer forint az 40 ezer forint a világban. Jó, de Bayern Münchennél is drágák a jegyek, meg Barcelonában is drágák a jegyek. Ezek filozófiák a különböző országokban, hiszen ezeknél a német és a spanyol kluboknál a szurkolónak kvázi részvényesként jogosultságai vannak. Van olyan magyar szurkoló, aki évi 60 euróért a Bayern München mint egy támogatója, és azon kívül, hogy kap ajándéktárgyakat, kedvezményt kap jegyvásárlásnál, tehát ilyen lehetőség van, hozzáteszem, mondjuk ilyen Angliában is van. De ott ugye tényleg annyira kapitalizmus van, hogy akár egy ember, egy tájföldi milliárdos mondjuk megveszi a Leicester City-t, és onnantól kezdve az van, amit ő mond. Ez jelenleg Németországban elképzelhetetlen, és nyilván nem véletlenül Angliában érzik úgy a régi futballszurkolók, hogy ők most már mindenből ki vannak zárva. Hogy ez feljogosítja őket arra, hogy pályát foglaljanak el, meg meccset halasszanak el, az nyilván több mint kérdéses. De hát itt megint, amit a Superliga kapcsán feszegettünk, az érzelmek, a tradíciók, a futball társadalmi szerepe van összeütközésben a piaccal és a pénzzel. Semmi másra a pénzzel. De éppen Manchesterben van jött létre, ugye, az a közösségi alapon szerveződő futballcsapat, amiben mindenki tulajdonos volt. Tehát bukta lett az egész. Úgy nehéz, hogy mindenki beleszól, tehát Brávácsot mondta neki, de nagyon jó de a dolog a demokrácia, csak baromi hamar anarchiát szül, tehát... Igen, tehát nem sokáig élt ez a sztori. Tehát ezek a szurkolók, én nem tudom, hogy ők a United of Manchester?
Szerintem igen. Szerintem ők még azért, hát nem jutott, tehát ugye az volt a cél, hogy néhány éven belül. Nem az lett, így van. Itt a tulajdonos joggal gondolja úgy, hogy ő neki nem szeretné, hogyha bárki is taktikát adna. Egy tipikus példa, ha van még annyi időnk, George F. Hemingway megvette Kispestet, rengeteg beruházást. Hát csak a klubot, az egész Kispestet azért nem. Meg tudta volna azt is venni, mert olcsók voltak a telkek a stadion környékén. És ő csinál drasztikus dolgokat, tehát először is megváltoztatta a klub címert, akkor páholyokat elnevezett, de nagyon sokat költött magára létesítményre, ami nem volt alkalmas semmire. Aztán új indulót szerzett, az kicsit erősnek tartom, ő is énekelte fel, tehát voltak itt váratlan dolgok, majd... De még nem cserélte be magát meccsen legalább, mondjuk játékvezetők. De csak azért, mert nem volt játékengedélye. Szurkoló Jankét, ahol a helyi ultrák oda mentek, hogy hát Szabó úr, Szabó György azt mondja, nektek George F. Hemingway, de maga ezt nem csinálhatja meg. Mit nem csinálhatok? Hát nem alkíthatját a klub címert, de igen. Nem nevezhet el dolgokat, de igen. Nem irathat új indulót, de igen. Nem énekelheti fel, de igen. És aztán van még valami? Hát maga ezeket, meg azokat, meg amazokat nem csinálhatja meg. És visszakérdezett, hogy fiúk, miért nem csinálhatom meg? Mert ez a mi klubunk. Azt mondja, kisfiaim, ti nagyon nagy tévedésben vagytok, én ezt megvettem, itt minden az enyém. Tehát az igazi tulajdonos az ilyen szemmel gondolkodik. Glazerik is úgy gondolják, ha van kedve, megveszi jegyet, ha van rá pénze, és nem szeretnének beleszólást abba, hogy ezt a klubot ők ilyen irányba viszik el. Hogy az nem tetszik ezeknek a szurkolóknak, hogy egy Glazer vagy egy amerikai iparmágnás megveszi a klubot, vagy nem tetszenek az eredmények, vagy mi nem tetszik, mert és az eredmények is nem tetszenek leginkább. Igen, pont ezt. Na de akkor, jó, oké. Az csak a baj, ugye az a bajuk, hogy a Glazer család nem investál, hanem ugye az évvégi cekket nézi, és az évvégi cek az egyelőre még így is pozitív, hogy a United, tehát akkor is pozitív volt, és akkor is a világ egyik legnagyobb üzlete volt sportszakmai szempontból, vagy sport terén a Manchester United, amikor nem szerepelt a Bajnokok Ligájában, és ez nagyon-nagyon nehéz, de a műsoridón meg lejárt, én nagyon beszélgetnék még veletek erről. Persze, csak azt akarom, hogy alapvetően a kapitalizmussal van a baj, nem a kapitalizmussal van a baj meg a pénzzel, hanem hogyha nem nyeri meg mellé a Bajnokok Ligáját a csapat. Így van. Akkor még nem mérlegelték azt, hogy itt nagyon komoly klubok épültek. A Manchester tényleg egyeduralkodó volt még a többi nagy, a spanyolok, olaszok, németek, de aztán miután bejöttek az olajpénzek, ezek kicsit átrendezték a viszonyokat, és valóban, hogyha egy nem feltétlenül az európai futballhoz kötődő tulajdonos azt mondja, hogy a számlafőkönyv jó van, akkor meg vagyunk. Ennyi. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek két dolgot tudok ígérni, az, hogy ez a műsor, itt a hármat, ez a műsor lesz jövő héten is, fogunk még hasonló témákról beszélgetni, és Németh Krisztián pedig hamarosan levágatja a haját, viszontlátásra. Én még megnöveztem.